Te lăudăm, Tatăl nostru, în numele și în meritele Domnului Iisus Hristos. Ne închinăm în această dimineață de sabat cu bucurie pentru că ești cu noi, pentru că ești gata să ne vorbești prin cuvântul vieții. De aceea te rugăm să inspiri pe cel care va prezenta cuvântul tău. Inimile noastre dorim să le pregătești pentru a primi cuvântul și pentru a ne bucura în Tine. De aceea, Doamne, ne consacrăm Ție în această dimineață de sabat și dorim să Te slăvim pe Tine, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Amin. Augusztus 10, 32. szombat, tízethez való felolvasás. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6.33. A mai világ olyan értékekkel és a siker olyan meghatározásával rendelkezik, ami egyáltalán nincs összhangban a mennyek országáival. Jézus földi léte legnagyobb részét azzal töltötte, hogy az ő országáról tanított bennünket. A boldogmondásokat tartalmazó bibliai részben, Máté 5.1-12. terjedő verseiben Jézus arra int, hogy örvendjünk, amikor kellemetlen körülményeket élünk át. Megígérte, hogy az alázatosok jutalmában részesülnek. Nekünk úgy tűnik, hogy a dolgok teljesen fordítva vannak Isten országában. Vajon miért? Valójában azt szeretném sugallni, hogy igazából ez a világ van a feje tetejére állítva. A dolgok jók voltak kezdetben, de a bűn elrontotta Isten tökéletes világát. A figyelem az embertársainkról és Istenről az énre terelődött. Önfelmagasztalás, önfejlesztés, önelőgültség. Íme Jézus önfeláldozásával teli természete és az ő országának tanításai miért tűnnek ma számunkra feje tetejére állítottnak? Valójában Jézus megpróbálja visszaállítani azt az eredeti helyzetében, amikor a dolgokat az örök élet függvényében figyeljük, könnyebben megértjük Isten országát és azt, hogy milyen távol állunk attól, amikor a világ értékrend szerint élünk. Máté 25.32-46 verseiben a juhokról és a kecskékről szóló példázat bemutatja azt az elemet, amelyre Jézus szeretné, ha összpontosítanánk. Hogyan viszonyulunk ehhez a mindennapi életünk során? Az önző célokra gyűjtött gazdaságra, az evilági sikerre összpontosítunk, vagy Isten országának önfeláldozó elveit követjük. Helyezzük Jézust, Isten országát és az ő igazságát előtérben, és ez egy örökké valóságon át örvendjünk az Isten szeretetéből fakadó áldásoknak. Ima. Urunk, mutasd meg számunkra a másokért végzett jó cselekedetek lehetőségét, és segíts, hogy gondolatainkat mindvégig az örökké valóság felé irányítsuk. Amen. A mai gyűjtés a gyülekezet költségvetését szolgálja. A jövő szombati gyűjtés a különleges szükségben lévő személyeket támogatja. Kelj fel és járj!
Istenünk, köszönjük szépen az értelmi képességünket, köszönjük szépen, hogy megóvtad fizikai egészségünket is, Istenünk, hogy meg tudtuk szerezni a mindennapi kenyerünket. Köszönjük, hogy elhalmozol nap mint nap áldásokkal. Adjad, hogy valóban mindenkor hálával forduljunk Te hozzád mindenekért. Köszönjük szépen, hogy elhozhattuk a Te neked járó részt is, Istenünk. Segíts el, hogy valóban az az elhozott összeg is a kirendeltetés helyére jusson, és sok embert megörvendeztessen. Köszönjük szépen a visszamaradt részt is, Istenünk. Adjál értelmi képességet, hogy valóban helyesen tudjuk azt felhasználni embertársaink megmentésére is. Az Úr Jézus Szent nevében kérünk, hallgassál meg. Amen. Thank you.
Sok szeretettel üdvözöljük az advent népet, az ünneplő gyülekezetet, és örvendünk, hogy Isten kegyelméből ezen a szombaton is sok áldásban lehet részünk. Úgy néz ki, hogy egy holnapi esemény, vagy több esemény is vendégekkel ajándékozott meg, ezért is legyen hála a jó Istennek. Sok szeretettel üdvözöljük körünkben Szabó László lelkipásztor kollégámat, aki magyarországi származású, itt van kedves feleségével és gyerekeivel. László testvérünk a Friedensaui Egyetemen missziótanszéken előadó tanár, és több misszió munkát is vezet és koordinál, amelyet Afrikába különböző helyeken végeznek. Az ige szolgálat a mai délelőtti órában az övé, és éppen azért választottuk az éneket is a misszióról, mert meg vagyunk győződve, hogy László testvérünk erről fog nekünk beszélni. A Jóisten áldjon meg, és adjon neked erőt a szolgálathoz. Annyit szeretnénk még mondani, hogy az este, akik itt voltatok, láttatok, volt egy testvérnő, aki késve érkezett, és ő a gyülekezetnek tagja volt, 94-ben keresztelkedett, de most kint él Győrbe. Van egy óhaja, egy vágya. Elveszített azt a könyvjelzőt, amit akkor osztogattak, amikor Moldován Vilmos meghalt. Szeretne egy újat. Van-e valakinek? Ha igen, és el tudja ajándékozni, oda tudja ajándékozni ennek a testvérnőnek, akkor délutánra hozza el. László Jenő testvérünk már is jelentkezett, hogy hoz egyet. Köszönjük szépen. Délután akkor légy szíves, hozd el, hogy adjuk át a testvérnőnek. Örömmel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet. Még két nappal ezelőtt nem tudtam, hogy itt fogok állni ma, ugyanis szabadságon vagyok. És a lelkész, amikor szabadságon van, akkor befejezi a munkát is. És a mi munkánk az, hogy prédikálunk. De köszönöm a felkérést, a megkeresést. Még nem voltam itt a gyülekezetben. Kolozsváron már többször voltam, de mindig csak átutazóban. Akkor mentünk a Brassói Missziói Kongresszusra, itt landolt a repülőgép, máskor is, amikor jöttem akár Marosvásárhelyre, akkor itt landoltam, mindig néztem, hogy milyen szép város ez, milyen nagy. Egyszer voltam megnézni az egyetemet itt, mert egyfajta együttműködést akartunk kezdeményezni. Néztem, milyen szép nagy egyetem van itt ebben a városban, és hogy milyen sok szép történelmi emlék kötődik a városhoz, Kolozsvárhoz. Most, amikor családostól jöttem, átléptük a határt, beértünk a hegyek közé, akkor jó volt látni a gyönyörű tájat, a hegyeket, ugye a mezőket, az erdőket, olyan üdítő látvány volt. Aztán láttuk az út mellett az árusokat, árulják a sárga dinnyét, a gombát, a gyümölcsöket. És akkor támadt egy ötletünk, hogy hát jó lenne venni valamit. Ahhoz azonban szükség van valamire, ugye pénzre. Most lejünk nem volt, ezért gondolkoztunk, mit tegyünk. Hát elhatároztuk, hogy veszünk ki a bankból valahol pénzt, kártyával, és akkor tudunk venni egy sárga dinnyét, egy-két gyümölcsöt, milyen jó lesz az, finom. Szeretitek ti is? Nagyon. Kerestük az automatát, az internet segítségével találtunk is egyet, szóltam a feleségemnek, ő vezetett épp, hogy itt a következő településen van egy automata, állj meg, ott egy bank, nem mondom meg a nevét, már egyre kevésbé kedves a számomra. Megálltunk, oda megyek a kártyámmal, ami már hosszú ideje a társam volt. Minden országban jól működött, bevált, direkt olyan bankot választottam. Elég sokat utazom, és beteszem a kártyát az automatába, beütöm a kódot. Kérdezi, hogy pénzt akar felvenni, vagy pedig csak nyugtat, vagy egyenleget akar lekérdezni. Mondom, persze, hogy pénzt akarok felvenni. Beütöttem 200 lejre van szükségem. Szeretné átkonvertálni euróba, vagy nem, hogy vonja le a banktól, mondta, hogy nem, nekem jó lesz ez így. És leütem az OK gombot, és kijön egy üzenet, hogy az ön biztonsága érdekében visszatartjuk a kártyáját. Én a biztonságot teljesen máshogy értelmezem.
Szerintem az én kártyám nálam van biztonságban, nem? De a bank ezt máshogy értelmezte. Egy pillanat alatt összedől minden terv, minden, amit gondolt az ember, és megváltozik sok minden. Hívtam a bankom, hogy mit tegyek, azt mondják, hogy hát mivel ez Romániában történt, ők nem tudnak segíteni. Látom a telefonszámot az automatán, felhívom azt is, csak csörög, 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 nem veszi fel senki. Nem tudom, hogy tudtak-e volna magyarul, vagy németül, vagy angolul, én románul annyit tudok, hogy múlcum ezt, de erre az alkalommal nem megfelelő, ugye, hogy ezt mondjam. Úgyhogy próbáltam hívni, a bankot nem vette fel senki, és így úgy indultunk tovább, hogy el kellett köszönnöm a kártyámtól. Milyen gyakran történik az életben valami, ami egyszer csak keresztül húzza a számításainkat, nem? Elbizonytalanodunk. Valami történik, ami megváltoztatja az életünknek a menetét. Valami, ami egyszer csak arra kényszerít bennünket, hogy újra gondoljunk sok mindent. Voltatok már ilyen helyzetben? Akkor újra kell gondolni az életünket, a dolgainkat, a terveinket. Milyen gyakran van, hogy elindulunk, és máshogy érkezünk meg, mint ahogy szerettünk volna. Milyen gyakran van, hogy valamit szeretnénk, és végül mással kell megelégednünk, mint amit akartunk, amit meg akartunk szerezni magunknak. Milyen gyakran van az, hogy az élet mást hoz, mint amit mi terveztünk. Ez az egyik legkeményebb kiábrándulás az életben, amikor ugye tinédzserként megálmodtuk az életet, hogy milyen legyen, milyen társat szeretnénk, milyen kapcsolatot szeretnénk, milyen családot, milyen foglalkozást, mennyit szeretnénk keresni, hol szeretnénk dolgozni. Szóval végén az ember visszatekint és látja, hogy sok minden nem úgy néz ki, mint ahogy szerettük volna, nem? Vagy fel kell dolgozni. Hol a kereszténységnek a helye? A világban, akkor, amikor úgy tűnik, hogy sok minden felborul. Mi a küldetése a kereszténységnek akkor, amikor rosszul sikerülnek a dolgok? Egy bankkártya elvesztése egy bagatellveszteség. Vannak nagyobbak is, nem? Vannak olyanok is, amiket nehéz feldolgozni. Tegnap egy kedves ismerősömet látogattam, aki ágyban fekvő halálos beteg. Napok kérdése. És hogy ott ültem az ágyánál, akkor felvetődött bennem ugyanaz a kérdés, hogy mi a mi küldetésünk, mi a kereszténység, a mi hitünk mondani valója ott, az utolsó órában. És azt gondolom, hogy valahol az egész adventizmusnak ez egy nagyon komolyá váló kérdésé válik. Azért, mert úton vagyunk, programjaink vannak, megvan a ritmusa az életünknek, a szokásaink, a hagyományunk, de időnként talán olyan, mintha elveszítenénk a tartalmát, a lényegét annak, amik voltunk, és amiért létezünk. Mi a küldetése? Mit ad ma a kereszténység az embernek? Azt látjuk, hogy a világ egy picit olyan, mint a szétesőben lenne. És egy-egy ember megpróbálja összetartani a világot. Vannak békefenntartók, akik megpróbálják fegyverrel fenntartani. Vannak olyanok, akik a természet megóvásáért küzdenek, mint például az a svéd lány, nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Elindul, hogy megóvja a világot, mert 2060-ra valós veszélye van annak, hogy a Föld élhetetlenné válik. Vannak azok, akik politikai síkon próbálnak meg érvényesülni. Így vagy úgy, de meghatározzák az életünket. De hol vannak a keresztények? Az az érzésem, hogy időnként, mintha jelentőségét veszítette volna mindaz, ami 2000 éve a legfontosabb volt, talán az emberiség történelmében. A keresztény üzenet, az evangélium. Mi a küldetésünk, és mi a tartalma a kereszténységnek? Én szeretnék egy biblia szöveget olvasni ma délelőtt. Nem készültem külön prédikációval itt kolozsvári gyülekezet helyzetére képzéssel, hanem egy alapvető olyan gondolatot szeretnék megosztani, ami engem nagyon régóta foglalkoztat, és ami számomra újra értelmezte a kereszténységemnek a lényegét. Ez Márk első fejezetében van, és ebben a szakaszban egy igét szeretnék kiemelni, a 15. verset. Amikor is Jézus az ő legelső prédikációját tartja. Jézus első prédikációja Márk első fejezet 15. versében. És képzeljük el, hogy egy széteső világban megérkezik, megszületik a megváltó, maga Jézus. A római korban, amikor az elnyomás ugye uralkodott szinte mindenütt, egy olyan korban, amikor az élet olyan olcsó volt, mint akár talán ma is egy-egy országban, például Szíriában vagy máshol, amikor a politika a káoszba lökte a világot, akkor megszületik a megváltó. Évszázadokon vagy évezredeken keresztül készült arra, hogy megérkezzen egy ilyen széteső világba,
és valamit mondjon, ami az emberek számára fontos, ami tartalmat ad az életüknek. És amikor végre Jézus elkezd prédikálni, rögtön azzal kezdte, ami a lényeg. Rögtön a lényegre tért. És ez van itt összefoglalva egy egyszerű mondatba, Márk első fejezet 15. versében. Mi a lényege a hitünknek? Mi a lényege a kereszténységnek? Szeretném elmondani, hogy nem az, amit időnként annak gondolunk. Olyan sokat tudunk beszélni olyan tartalmas dolgokról, amelyek senkinek semmit nem jelentenek. Itt, amikor Jézus megszólal, akkor egy forradalom kezdődik el. Egy olyan forradalom, ami embereknek az ezreit, tízezreit mozgatta meg azonnal. Elindították Jézus után. Van egy üzenet, ami elhangzik, ami felrázza az akkori társadalmat. És elindulnak után, és el tudjátok képzelni, hogy ma, ha már egy óra hosszát prédikál valaki, az már hosszú, nem? Akkor három napon át ott ülnek Jézus előtt a hegyen, és hallgatják étlen szomjan. És amikor azt mondja Jézus, hogy küldjük őket haza, akkor nem meri elküldeni őket, mert azt mondja, hogy nem bírják ki az utat. Mi az, ami vonzotta az embereket akkor Jézushoz? Úgy, hogy három napot ott voltak, vállalták a legyengülést is. Csak azért, hogy halljanak valamit, ami átütő erővel formálja az ő életüket. Én azt gondolom, hogy ma is valami ilyen üzenetre lenne szükség. Nagyon sok ember keresi a tartalmat az életben. Keresi az irányt, az útmutatást. És azt gondolom, hogy nekünk, adventistáknak, keresztényeknek, igenis újból el kell gondolkoznunk azon, hogy miért létezünk, mi a mi küldetésünk. És vissza kell térni erre a szakaszra, az első Jézusi prédikációhoz. Olvasom az igét, azt mondja Jézus, betölt az idő, és közel jött az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Szerintem már sokat hallottuk ezt a szakaszt. Hogy azonban mit is jelent, azon én már hónapok, talán évek óta dolgozom, gondolkodom. Mert olyan mély a tartalma, és olyan szókincsel dolgozik, amit mi nem ismerünk. Mit jelent az Isten országa ma? Mit jelent számunkra? Egy olyan fogalom, amire már sokszor, ugye, ahogy hallottuk, nem kaptuk fel a fejünket. Ma senki nem mozdul meg erre a szóra. Azonban, ha Jézus prédikációit látjuk, akkor azt látjuk, hogy az Isten országa az az első helyen áll a témák között. A legtöbb példázat miről szól? Mi a témája a legtöbb példázatok? Nem az Isten országáról? Máté 13-ban? Márk 4. fejezetében? Az Isten országáról beszél. Állandóan, ahogy feláll prédikálni, Jézus az Isten országát hirdeti. Máté 11-ben, amikor 12-ben, amikor provokálják őt, hogy milyen hatalommal cselekszed ezt, akkor Jézus azt mondja, hogy ha én a Szentlélek hatalmával cselekszem ezt, akkor Isten országa bizonyosan közel jött hozzátok. Tehát Jézus folyamatosan azon dolgozik, hogy az emberek megértsék az Isten országát. Amikor meghalt és feltámadott, akkor azt olvassuk, hogy még pár napot a tanítványokkal töltött el, és amikor az utolsó talán tanításait fogalmazta meg, miről beszél Apostolok cselekedete első fejezet 3. verse szerint. Ismét az Isten országának a dolgait magyarázza a tanítványoknak. Tehát Isten ország, ez a téma a központi helyen áll Jézus tanításában, nálunk kevésbé. De mit is jelent ez a témakör? Tehát valami történt itt, amit ma már nehéz megérteni. Azért, mert más korban élünk, és talán ez mást is jelent számunkra. Betölt az idő, ezzel kezdi Jézus. Elérkezett a pillanat, talán így is lehetne fordítani. Ha a gyerekeim kicsik voltak, akkor szinte minden nyáron táborokban voltunk. Volt egy kedvenc táborunk, az a missziókonferencia volt, később a találkozás Jézussal tábor, és időnként, amikor készültünk a táborra, a gyerekek úgy felkeltek, és azt mondták, hogy mikor megyünk már? Mit mond egy szülő egy 5-6 éves gyereknek? Mikor megyünk a táborba? Azt mondtuk, hogy hát még 18-at vagy 20-at alszunk addig. És utána megyünk. És akkor elkezdődött a visszaszámlálás, és amikor elérkezett a nap, amikor indulunk, akkor azt mondtuk, hogy eljött a nap. Nem kell többet várni. Jézus azt mondja valamire itt, hogy betölt az idő. A proféciák beteljesedtek. Mi adventisták talán nagy hibát követünk el abban, hogy mindig azokra a proféciákra összpontosítunk, ami majd be fog teljesedni. Hogy Jézus majd vissza fog jönni. Mi adventisták a jövőben éljük az életünket. Jézus itt rávilágít arra, hogy a jelenben már megtörtént valami, ami formálja az életünket. És itt az emberek nem arra mozdultak meg, amire Jézus azt mondta, hogy majd be fog következni, ez Máté 24-ben történik, hanem arra indultak meg, amire Jézus azt mondta, hogy már most megtörtént közöttünk. Ami már most alakítja és formálja az életünket. Nem reményt akar adni, hanem új valóságot hirdet.
nem csak vigasztalni akar valamivel, ami a jövőben bekövetkezik, mint ahogy sokszor tesszük mi, hanem a jelenben valami olyat ad, ami egyszerűen felrázza az embereket, ami megérinti őket, ami izgalomba hozza őket, és ami megindítja őket. Azt mondja Jézus, betölt az idő. De mire? Minek jött el az ideje? Mi az, amire itt Jézus összpontosít? Én azt gondolom, hogy sokszor átéltük már annak az örömét, amikor eljött valami jónak az ideje, nem? Amikor elindultunk esküvőre, amikor a feleségemmel az esküvőt terveztük, akkor nagyon nehéz volt, mind a ketten egyetemisták voltunk, tanultunk, és elő kellett teremteni a pénzt, mindent az esküvőre, hogy működjön, de amikor eljött az a nap, az volt az egyik legszebb nap az életünkben. Eljött a nap, nem? És amikor a kereszténységre gondolunk, én néha szomorú vagyok, mert úgy tűnik, mintha nem jött volna el a napunk, nem? Amikor a gyülekezetre nézek, úgy tűnik, mintha nem jött volna el az a nap, amikor mi felfedezzük annak a lényegét, amiért élünk és létezünk. Mi hiányzik a kereszténységből? Pont az, amire Jézus felhívja itt a figyelmet. Azt mondja Jézus, hogy közel jött hozzátok az Istennek az országa. Sokat gondolkoztam azon, hogy hogy is lehetne ezt ma magyar nyelven kifejezni, amit itt Jézus megfogalmaz. Isten országa. És arra jutottam, hogy a legjobb kifejezés talán számomra az, amikor azt mondom, egy új mennyei valóság lejött a földre. Valami más, mint amit eddig az emberek tapasztaltak. Egy új mennyei valóság. Ide jött hozzád közel. Elérhetővé vált. Az új valóság az olyan közel jött hozzád, hogy azt te magad is meg tudod tapasztalni. Hogyan éltek akkor az emberek? Ugyanolyanok voltak, mint ma, mi is. Voltak, akik azt gondolták, hogy a hatalom birtoklása az az, ami igazából számít, ami boldoggá teszi az embert. És ott voltak a farizeusok, ott voltak a heródesek, akik töltettek a hatalom után. Ismertek olyan embert, akit a pozíció, a hatalom boldogít ma is. Ma is vannak ilyenek, nem? Ugyanúgy, mint akkor. Voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy a gazdagság számít, a jólét. Ilyenek voltak a vámszedők. Mindegy, hogy hol, kit, de hogyha én gyarapszom, akkor azáltal jobb lesz az életem. És így megpróbáltak mindenkit meglopni, az Zákeusok és a lévik. Akik a pénznél ültek, ismertek ilyen embereket ma is? Akik lehúzzák a másikat, csak hogy nekik jobb legyen? Ma is vannak ilyenek, nem? Voltak olyan emberek akkor is, mint például az eszénusok, akik visszavonultak, azt mondták, hogy rossz ez a világ, gonosz ez a világ. Akkor vagy biztonságban, akkor lehetsz boldog, ha visszavonulsz. Ha izolálod magad a társadalomtól. Hogyha nem foglalkozol azzal, ami a világban történik. És visszavonultak Qumránba, és ott csak a szent dolgokkal foglalkoztak. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem, az Isten az túl keveset tesz, túl lassú. Saját kezünkbe kell venni a dolgot. Ilyenek voltak a zelóták. Mindig egy kést hordoztak a zubbony alatt. És amikor elmentek egy római katona mellett, akkor a lehetet hátba szúrták. Hirtelen természetűek voltak. Ismertek ilyen embereket ma is? Akik megpróbálják saját gondolkodásuk alapján érvényesíteni a rendet. És azáltal boldogok, hogyha valamit tehetnek, ami esetleg tönkreteszi a másikat. Ebben a világban megjelenik Isten, és azt mondja, hogy valami jobbra van szükség. Ha már belefáradtunk abba, ami körülöttünk van, akkor fel kell fedezni azt, amit Isten hozott ebbe a világba. És ez pedig az Istennek a közvetlen jelenléte, a tapasztalható új valósága. Ez egy olyan dolog volt, ami ismeretlen volt az emberek számára akkor. Jézus egy olyan szót használt itt, amikor azt mondja, hogy közel jött hozzád az Istennek országa, ami egy fantasztikus görög kifejezés. Ez azt jelenti, az angol nagyon jól megfogalmazza, van, aki angol azt mondja, hogy at hand. Tehát Isten országa kéznél van. Mi van most a kezed ügyében? Mi az, amit elérsz? Nekem a mikrofon. Itt van a jegyzetem. Mi van a kezed ügyében? Mi az, amit magaddal viszel? Mi az, ami nálad van mindig? Érdemes belenézni a táskádba, a női ritikülőbe. Mit viszel mindig magaddal? Elég sok minden van benne, nem? Vagy a férfiak, van a férfiaknak táskája? Itt nem tudom, van olyan ország, ahol a férfiak is táskát hordanak. Mi van a férfi táskában? Biztos, hogy teljesen más, mint a nőiben. Nem? Mit viszel magaddal? Mi az, ami állandóan kéznél van? Jézus azt mondja, hogy van valami, ami az Istentől jött, és kéznél van. Ez nem más,
mint Istennek a valóságos jelenléte, ami átformálja a jelent, ami átformálja az ember életét. És elindul, hogy az Isten országát prédikálja. Mi történik akkor, amikor az Isten országa megjelenik az emberek között? Átalakul az emberek élete. Elindul, Jézus találkozik vakokkal, megérinti a szemüket, és látnak. Elindul, és találkozik a bűnös asszonnyal, felemeli, és azt mondja, megbocsátottak néked a te bűneid. Elindul, és találkozik gyermekekkel. És mit éreznek a gyerekek? Hogy szívesen vannak ott, ahol Jézus van. Miért van az, hogy a gyerekek sokszor inkább, vagy a tinédzserek elfelé mennek a gyülekezetből? Tehát azért, mert eltöltenek itt 10-20 évet, és nem találkoztak még Jézusnak a valóságos jelenlétével. Azzal, ami megérinti őket. Mert nagyon sokat tudunk beszélni sok témakörről, de Jézus? Mit jelent Jézus ma a gyülekezetben? Kéznél van Jézus is? Hol van Jézus a gyülekezetben? Egyszer elmentem egy gyülekezetbe, és erről a témáról prédikáltam. Elég sok fiatal volt, és azzal kezdtem a prédikációm, hogy lementem, és elkezdtem a székek alatt keresni valamit. És kérdezik, hogy mit keresem? Mondom, valamit keresek, amire szükségem van. És mindenki nézte, hogy mi van a székek alatt, mindenki keresett valamit, csak nem tudták, hogy mit. És én kérdezték, hogy mit keresek végül, mondjam meg. És azt mondtam, a Biblia azt mondja, hogy ahol ketten-hárman együtt vagyunk, ott van Jézus is, de még nem láttam itt. Hol van Jézus itt a gyülekezetben? Hol van Jézus itt a kolozsvári gyülekezetben? Emberekkel találkozunk, itt a székek sora, itt a szószék, a mikrofon, a vetítőgép, kamerák. De hol van Jézus a gyülekezetben? Hol van ő, aki azt mondta, hogy közel jön hozzánk? Elmondom azt, hogy 3 megtérésem volt. Az első, amikor 15 évesen egy gyülekezetben nőttem fel, úgy megérintett valahol az evangélium, és elhatároztam, hogy ez a legjobb gyülekezet, én itt megkeresztelkedem. Úgy éreztem, hogy adventistának kell lennem, és 15 évesen, majd 16 voltam, megkeresztelkedtem. Rájöttem 18-19 évesen, hogy én még nem ismerem az Istent. Megkeresztelkedtem az egyházba, de az Istent személyesen még nem ismerem. 2,5 évig vívódtam ezzel a kérdéssel, hogy mit kezdjek az Istennel az életemben. Hogy van Isten? Én racionalista vagyok, alapvetően nagyon szerettem a fizikát, a matekot, én a műszaki egyetemre akartam menni, én tervező üzemmérnök szerettem volna lenni, nagyon érdekelnek az autók, a számítógépek. Ebben a világban nem fér bele az Isten. Isten nem lehet racionálisan felfogni. Érvekkel bizonyítani. Többre van szükség. És hiába kerestem bárhol, üres volt az életem. Egészen addig, amíg be nem vonultam katonának, és a katonaság kemény sora között, amikor a hétköznapok teltek, azt éreztem, hogy az életem megüresedik, amikor láttam, hogy egymás után öngyilkosságot próbáltak meg sokan, és amikor éreztem azt, hogy valami hiányzik az életemből, eljött az a pont, amikor egyszer leborultam, és azt kívántam, hogy legyen Isten. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen pont az életedben. És amikor térdeltem és elmondtam Istennek azt, hogy én nehéz helyzetben vagyok, akkor megjelent nekem az Isten. Ez az, ami engem elindított azon az úton, hogy ne technikát, technológiát tanuljak, hanem teológiát. Ami megváltoztatta az életem. Az, hogy megjelent valahol az Isten. Nem azt jelenti, hogy láttam valamit, hanem egyszerűen az, hogy megérintett. Hogy ott, ahol nekem újabb realitásra volt szükségem, ott egyszer megmutatta, hogy milyen az isteni realitás. Hogy letérdelsz, és a stressz szintet 120%-on van, és amikor felállsz, akkor szinte nullára csökkent. Mert békességet kaptál. És az Isten átformálta az életem. Annyira kíváncsi lettem rá, hogy nem azért kezdtem el teológiát tanulni, mert én pap akartam menni, vagy lelkész, hanem azért, mert kíváncsi voltam, hogy ki az, aki ezt tudja tenni ma. Beiratkoztam az egyetemre, másodikos, harmadikos voltam, amikor elküldtek gyakorlatra. Németországban tanultam egyetemen, és amikor elküldtek gyakorlatra, én reméltem, hogy akkor már ugye megnyílt a határ, és reméltem, hogy engem Nyugat-Németországba küldenek majd gyakorlatra, Münchenbe, vagy Bonnba, vagy Stuttgartba, valami szép városba. És amikor megkaptam a borítékot, amiben benne volt a város neve, kinyitottam a borítékot, akkor az állt benne, hogy Bautzen. Ez a lengyel határ, Kelet-Németország. Volt NDK, Kelet-Német határ, a lengyel határ közelében. Egy ateista kis város, Bautzen. Olyan csalódottan indultam el, hogy teljesen el voltam keseredve, hogy mit keresek én Bautzenben, amikor én Németországba akartam menni. És amikor megérkeztem, nem volt otthon a lelkész, kimentem az utcára, elkezdtem beszélgetni emberekkel, és buszmegálló ott állt egy fiatal srác,
odaálltam mellé, mintha én is a buszra várnék, mondom, valamit kezdek magammal, amíg itt vagyok. És akkor megkérdezem, hogy ő hova megy, elmondta, kérdezem, hogy én hova megyek, mondom, hogy én itt vagyok helyben. Aztán kérdezem, hogy mivel foglalkozom, mondom, én igazából teológiát tanulok, kérdezem, hogy mi az, hogy teológia. Akkor mondtam, hát mi a Bibliát értelmezzük, és jött a következő kérdés, hogy mi az, hogy Biblia. Mondom, milyen városba kerültem én? Még azt sem tudják, mi az, hogy Biblia. Ott dolgoztam a lelkésszel 2-2,5 hetet, ez a 2-2,5 hét teljesen átalakította az én elképzelésemet nagyon sok mindenről. Egy olyan lelkész mellé kerültem, aki tényleg ismerte Jézust. Felkelt, elment az iskolába, vallást tanított az iskolában, és ő volt a legkedveltebb tanár az iskolában. Amikor belépett az iskola kapuján, a gyerekek kínlógtak az ablakon, és integettek a lelkésznek, őt várták. Ott voltam, amikor először az igazgatónő behívta, és azt mondta, hogy mondja el az ön hitének a lényegét, hogy mi az. És a lelkész 3 percet kért, és 3 percben elmondta azt, hogy ő mit hisz, és mi az ő hitének a lényege. Utána az igazgatónő azt mondta, hogy ilyet még életemben nem hallottam. És a következő kérdés az volt, hogy önöknél az istentiszteletek nyitottak? Erről szeretnék többet tudni. Valami kinyílt előtte, és már kereste a címet, hogy hová lehet menni. Többet akar ebből. És amikor ott vége volt a gyakorlatomnak, kérdezem a lelkészt, hogy te mit teszel másként, mint amit eddig láttam. Valamiért nem lát, az emberek döntenek Krisztus mellett, keresztségre készítesz fiatalokat egy ilyen városban. És akkor elmondta, hogy van egy nagy problémája az adventista egyháznak. Mi nagyon jól tudunk prédikálni hitelvekről, tanításokról, proféciákról. De amikor Krisztusról van szó, akkor is csak egy unalmas proféciánk van, de hiányzik a személy. Amikor visszamentem az egyetemre, én félresöpörtem minden tankönyvet, és elkezdtem keresni Krisztust, Jézust, a szemét. Félretettem a görögöt, hébert, teológiai könyveket, és azt éreztem, hogy úgy vagyok, úgy járok kerek, mint egy szomjazó turista a sivatagban, akinek nincs víz a palackjában. És feltettem a kérdést, hogy az egyházat ismerem. Istent valahol ismerem és hiszek benne, de ki ez a Jézus az én életemben? Több mint 2 hét telt el. Rengeteget olvastam, imádkoztam, és kerestem a Jézussal való személyes kapcsolatot, és akkor még nem volt olyan világos előttem, de ez az új valóság hiányzott nekem. A teológia az öl. Az írással, a Bibliával másokat tönkre lehet tenni. Hányszor ráolvassuk a másikra az ő hibáját. De tudunk többet is adni ennél. Kéznél van az Isten országa is. És amikor eltelt egy pár hét, és azt éreztem, hogy elkezdtem közeledni Jézushoz, akkor egyszer csak kopogtattak a szobám ajtaján, és bejött egy srác, aki nem adventistaként ott tanult angolt az egyetemen. Már 1 éve ott volt, lassan elfelé készülődött, egy biztos döntése volt, azzal a döntéssel akart elmenni, hogy ha valaha megtér valamilyen felekezethez, az biztos nem adventista lesz. Mert közel került olyanokhoz, akik rossz példát mutattak. És kérdezi tőlem, amikor bejön a szobába, hogy mit teszel? És elmondtam azt, hogy én Bibliát olvasok. És rögtön az volt a kérdés, hogy nem unalmas? És mondom, hogy nem, mert ez a könyv, ez egy személyről szól, akit keresek. És ki ez a személy? És akkor elkezdtem neki Jézusról beszélni. Beszéltem egy fél órát, de elnézést kértem, hogy már sokat beszéltem, és akkor azt mondta, hogy folytasd. 1 óra, 2, 3, 4, 6,5 órán keresztül. Csak arról beszéltem, hogy mit jelent nekem Jézus. Hogy mit jelent az, hogy közel van hozzám. Mit jelent az, hogy jelen van az életemben. Hajnal 2:30-kor azt mondta ez a srác, hatalmas sportoló gyerek volt, a bátyja olimpiai bajnok, diszkoszvetésben, és azt mondta, hogy te figyelj, én még ilyet életemben nem hallottam. De hogy lehet ezt a Jézust megismerni? Tudsz ebben nekem segíteni? És akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, a legjobb, ha elkezdel vele beszélgetni. És az hogy kell? Mondom, térdelj le, és mondd el neki, hogy szeretnéd őt megismerni. Akkor letérdeltünk, és együtt imádkoztunk. 2 hét múlva ez a srác bejelentette azt, hogy szeretne megkeresztelkedni. Nagyon nagy döbbenetet váltott ki, mert ott a diákgyűlésen, ahol teljesen más témáról beszéltünk, de csak jelentkezett, felszólították, azt gondolták, a témához hozzá fog szólni, felállt, nem a témához szólt hozzá, hanem annyit mondott, hogy valami történt az életemben. Csak szeretném, hogy tudjátok, mielőtt elmegyek, hogy meg fogok keresztelkedni. És mindenki döbbenten hallgatta. Isten közelsége, jelenlét az más, mint a teológia, mint az istentisztelet jelent. Valami sokkal több annál. Személyes jelenlét az életedben.
Kéznél van, közel van. Adventistának lenni szerintem azt jelenti, hogy elfogadom az első adventet, hogy közel került az Isten az emberhez. Amikor megjön az angyal, megérkezik az angyal, és hirdeti, hogy megszületik a megváltó, mit mondod, hogy hogy fogják hívni? Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Így élünk, hogy velünk van az Isten. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor óriási szükségünk van erre. Az életünk tele van olyan történésekkel, mint ez a bankkártyás is, hogy kizökkentenek bennünket akár napról napra. Konfliktusok, feszültségek, történések, diagnózisok, ami megszokott kerékvágásunkból. És akkor nagyon fontos tudni, hogy velünk van az Isten. És Isten nagyon sok jelét adja annak, hogy velünk van. Ha vele dolgozol, vele élsz, akkor nagyon sok minden másképp működik, mint ahogy egyébként. És ez az új realitás az, ami igazából nagyon fontos a mai ember számára. Nem fegyverekre, békefenntartókra van szükség, hanem emberekre, akik azt mondhatják, hogy velünk van az Isten. Amikor tegnap meglátogattam ezt a bácsit, kérdezem tőle, nem keresztényként élt, mondom neki, hogy hoztam egy szöveget neked, egy biblia szöveget, felolvashatom? És mondja, hogy igen. És akkor felolvastam azt az igét, Ésaiás 41:10-ből, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. És csendben ott hallgatja egy ilyen ember. Ott fekszik az ő beteg ágyán. Napok vannak hátra. És a végén annyit mond, köszönöm. Úgy legyen. Amikor az Isten megjelenik az ember életében, akkor nagyon sok minden megváltozik. Nagyon sok minden átalakul. Nagyon sok minden másképp néz ki. Egy olyan gyülekezetre van szükség, aminek az élete arról szól, hogy velünk van az Isten. Nem csak a mi kulcsomunkat hozzuk magunkkal, nem csak az van kéznél, ami a táskában van, hanem itt van kéznél Jézus is, közel van hozzánk. Elközelített az Istennek országa. Jézus elindul, és ezt elkezdi hirdetni. És amikor elkezdi hirdetni, tömegek mennek utána. Miért futnak el ma az emberek az egyházakból? Egy olyan krízisben élünk, amikor átéljük a mi küldetésünknek, a missziónknak, a mi létezésünknek egyik legnagyobb krízisét Európában. És gondolom, hogy itt, Romániában is, nem? A régi evangelizációk már nem működnek úgy, mint ahogyan korábban. Tegnap, amikor István felhívott engem, hogy vállalnám-e a prédikációt itt, akkor kérdezte, hogy milyen témáról beszéljek. Azt mondja, mondd el a bevezetés az őszi evangelizációhoz. Mondja így nekem. Arra gondolva, hogy most tartok egy prédikációt, ősszel pedig visszajövök evangelizálni. Nem volt rá idő, hogy elmondjam neki, hogy igazából nagyon szeretek evangelizálni, de ennek lejárt az ideje. Más is szükséges, hogy megtörténjen előtte. Az evangelizáció akkor kezdődik, amikor kilépsz ebből az épületből, és elvegyülsz az emberek között. Akkor kezdődik az evangelizáció. Amikor rád néznek az emberek, és látják rajtad, hogy veled van az Isten. Akkor kezdődik. Amikor megtörtént ez a változás az életemben, a hadseregben, én sosem akartam vallásról, Istenről beszélni másoknak. Én egyszerűen örültem annak, hogy találkoztam az Istennel. De különleges dolgok kezdtek el történni. Oda jött három katonatiszt hozzám egyszer, és azt mondták, hogy László, mi megfigyeltük, hogy te más vagy. Ülj le, beszélni akarunk veled. Összerezzentem, mert ez sokfélét jelentetett. Nagyon ritkán jelentett ez jót. Leültem, és vártam, hogy itt mondanak. És kérdeztem is, hogy mégis miről van szó. És azt mondták, tudjuk, hogy itt, és látjuk, itt az emberek nagyon sok stresszet élnek át. Vannak öngyilkossági kísérletek. Van, aki összeroppan, idegösszeroppanást kap. És azt láttuk, hogy te másképp kezeled a stresszet. Nálad látni azt, hogy lehiggadsz, és valahogy nyugodtan tudod kezelni. Mit teszel azért, hogy kezeld a stresszet az életedben? És akkor elmondtam azt, hogy nekem egyetlen egy módszerem van, visszavonulok a mosdóba, és amikor már nem bírom, akkor imádkozom. Ez volt az első alkalom, hogy én elkezdtem nyilvánosan bizonyságot tenni. Nem azért, mert akartam, hanem azért, mert kérdeztek. Nem azért, mert volt egy üzenetem, hanem azért, mert volt békességem. Nem azért, mert én erőltettem, hanem azért, mert mások erőltették. És ez teljesen más jelent. Egy olyan korban élünk ma, amikor ugyanerre van szükség. Amikor nem programokra van szükség, ahová elhívjuk az embereket, hanem olyan elhívott emberekre van szükség, akik elmennek, és ők maguk a program a hétköznapokban. Németországban egy városban dolgoztam, egy gyülekezet megkérte arra, hogy segítsem őket az evangelizációban. És akkor mondtam azt, hogy mire gondoltatok végig is, és elmondták azt, hogy ők összeállítottak egy show programot,
hogy mire lenne szükség. Tudják azt, hogy én házassági tanácsadóként, terapeutaként is dolgozom, hogy jó lenne, hogyha egy szemináriumot indítanék a házasság témakörében. Jó lenne, hogyha egy evangelizációt indítanék, és elkezdték sorolni, és mire a végére értek, én már elfáradtam. Belegondoltam, hogy ha ennek tizedét teszem, az én életem és családi életem tönkre megy. És akkor kérdeztem őket, hogy van-e valami más megoldás esetleg. Mert ez nagyon sok az én számomra. És azt mondják, hogy hát ők nem tudják. Ennyit mondtam erre, hogy én javasolnám, hogy induljunk el egy másik úton. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy vannak-e olyan emberek, akik időnként eljönnek a gyülekezetbe? Eljönnek különböző alkalmakra, vendégként. És azt mondják, hogy nem sokan, de vannak. Mondom, akkor vegyünk el egy tollat és egy papírt, és kezdjük el összeírni a neveket. Összeírtunk 16 nevet. És azt kérdeztem tőlük, hogy mit tesz a gyülekezet ezért a 16 emberért? És azt mondják, hogy örülünk, hogy eljönnek. És azon túl, vajon miért jönnek el? Lehet, hogy keresik Istent, mert valami gondjuk van. A 16-ból egy párat ismertem is. És akkor elcsendesedtek, és kérdezem, hogy nézzük meg, hogy mire van szüksége ennek a 16 embernek. És nagyon soknak közösségre volt szüksége. És azt kérdeztem, ki az, aki megnyitna az ő házát? Hogy úgy, mint Jézus korában, egy házikört alapítsunk, ahol tudunk együtt étkezni, beszélgetni, és a gyógyulásnak is esélyt adunk. Ez az a három módszer, hogy Jézus az emberekért dolgozott. Hogyan vitte Jézus közel az Isten országát az emberekhez? Nem hatalmas rendezvények által, hanem három egyszerű lépéssel. A három lépés az az volt, hogy együtt étkezett a bűnösökkel. Olvastátok már az igében? Együtt étkezett a bűnösökkel. Olyan bűnösökkel is, hogy a farizeusok megbotránkoztak rajta. A közös étkezések nagyon fontosak. Milyen jó az, hogy együtt tudunk étkezni. Hívd meg mindig valakit, ha van mit adni. Az étkezés az egy nagyon komoly üzenettel bír. Mi az üzenete annak, hogyha valakivel együtt étkezel? Te elég jó vagy. Én elfogadlak. És befogadlak. A közös étkezés a befogadás üzenetét hirdeti. Mit mondasz, hogyha valakit nem hívsz meg étkezni? Nem tudom, hogy hívtatok-e már testvéreket meg itt a gyülekezetből magatokhoz étkezni. Van valaki, aki már hívott meg másokat? Igen. És van-e olyan, akit még nem hívtál meg? Az vajon mit gondol? Nem. Annak is van üzenete. Nem így van? Akit nem hívtál meg? Elmondom, nekünk már is van egy meghívásunk. És örültünk. És jó érzés, hogy otthon érezzük magunkat azért, mert valaki gondol ránk. De ez igaz mindenkire. A második módszere Jézusnak az evangélium hirdetésére, Isten közelségének átadására az egyszerű példázatokban való beszéd volt. Amikor példázatokban megnyitja az igét, és beszél a kovászról, ismeritek? Beszél a búzáról, a vetésről, az aratásról. Olyan egyszerű képekben mondja el az evangéliumot, hogy mindenki értheti. Mi időnként túl bonyolultan prédikálunk, és az emberek nem értik. Az elmúlt hónapokban fogalmazódott meg bennem az az igény, hogy fel kell fedezni a mai 21. századi embernek a példázatait. Mert a kovászt már nem értik, nem így van? Van már inkább számítógépre, vagy appekről kell, vagy nem tudom miről, de fel kell fedezni, meg kell találnunk azokat a példázatokat, amelyek ma is meg tudják jeleníteni az ige tartalmát. Van egy diákom, aki ebből ír most szakdolgozatot, és filmet akar belőle forgatni, hogy legalább egyet találjon. Mert igenis, azáltal váltunk szótlanná, hogy amit mondunk, az már nem aktuális sokak számára, és mi meg nem találjuk azt a tartalmat, amit egyszerűen, mint Jézus, el lehetne úgy mondani, hogy az emberek azt érezzék, hogy az Isten közel jött hozzánk. Amikor Jézus megszólalt, az emberek azt érezték, a menny közel jött hozzánk. Ezt kell megtanulni. És a harmadik módszere Jézusnak, Isten közelségének a közvetítésére az volt, hogy helyreállította azt, ami tönkre ment, a gyógyítás. A gyógyítás szolgálata. Hogy komolyan vette azt, hogyha valakinek szüksége volt az ő segítségére. És ez nagyon egyszerű tevékenység, ami nagyon nagy kívás elé állítja a gyülekezetet. Mit mond Jakab, hogy mit kell tenni, hogyha valaki beteg közöttünk? Menjünk el és a vének kenjék fel olaja. Mit kell tenni akkor, hogyha valaki szenved? Nem tudom, hogy előfordult-e már veletek az, hogy az utcán megálltok egy idegennel beszélgetni, vagy ismerőssel. Meghalljátok, mi a gondja. És akár egy bibliai szöveget idézel neki, vagy pedig azt mondod, hogy szívesen imádkoznál érte. Előfordult már velem az, amikor repülőgépen utaztam, hogy azt éreztem, hogy valakivel együtt kell imádkozni.
Előfordult már az utcán is. Amikor egy karácsonyi vásárban egy fiatal emberrel találkoztam, akit messziről ismertem, és amikor elmondja, hogy milyen gondja van, milyen betegség gyötri, akkor azt mondtam, hogy gyere félre, én szeretném felkínálni azt, amit én gyakorolni szoktam. Úgy érzem, hogy amit te kipróbáltál, az nem adja meg neked azt, amit elvártál tőle. Van nekem is egy módszerem, ha érdekel, akkor szívesen megmutatom, hogy működik. És akkor azt mondta, hogy igen, érdekel. Kerestünk egy nyugodt sarkot, és elmondtam, hogy én ilyenkor imádkozni szoktam. És a gondolt, szívesen kérem, hogy Isten legyen közel hozzád is. És akkor azt mondta, hogy ha nem kerül semmibe, mi ne próbáljuk ki. Rátettem a vállára a kezem, és imádkoztam érte. De elköszöntünk, másnap reggel indultunk haza Németországból Magyarországra. És az autóban, hogy vezetek, 7:30 körül jön az SMS, a fiatalember írt, hogy működött a módszered. Köszönöm szépen. Az volt a betegség, hogy már hetek, hónapok óta éjszaka nem tudott aludni. Csak éjszaka magas láz gyötörte. 40 fokos láz. Teljesen tönkrement az élete. És másnap, amikor imádkoztam érte, utána írta az SMS-t. Működött, köszönöm. Jól pihentem éjszaka. Közel vinni az emberekhez a menny valóságát azáltal, amit teszel. Hogyan lehet ez valóság az életemben? Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa. És mivel folytatja Jézus? Térj meg. Válts irányt. Ezt jelenti. Válts irányt. Mindannyian kilakítottunk egy életstílust, amit naponta ismétlünk. A megtérés azt jelenti, az eredeti szóhasználatban, hogy irányt kell váltani. Meg kell állni, mint ahogy itt is, amikor jöttünk autóval, kerestük az imaházat, nem volt egyszerű, mi azt gondoltuk, az út túloldalán van az imaház, nem tudom miért. Ott kerestük, és ott kis házakat láttunk, na mi a házi gyülekezetben jövünk. Egyszer láttam egy képet az imateremről, ez kicsivel nagyobbnak tűnt. Úgyhogy amikor észrevettük, hogy a túloldalt van az imaház, akkor láttuk, hogy át kell jönni erre az oldalra. De záróvonal van. Nem mertem átmenni, mert nincs lejem, ugye, hogyha rendőr megállít, mivel fizetek. Bankkártyám sincs, már fel sem tudom venni a pénzt. Úgyhogy teljesen szabályosan el kellett menni a következő keresztelődésig, meg kellett fordulni, irányt kellett váltani. Időnként egy ilyen irányváltásra is szükség van az életünkben. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Ha úgy érzed, hogy nincs kéznél, Isten kézzelfogható valósága, jelenléte, közelsége, akkor, hogyha hazatérsz, a legfontosabb dolog az, hogy térdelj le, és kezd el őt keresni személyesen. Keresd őt addig, amíg nem mondja a szomszéd azt, hogy valami történt veled. Gyere, mesélj róla. Mert kiíródott az arcodra. Mert látom, hogy valami történt veled. Keresd őt addig, amíg meg nem találod. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát. Mert egy ilyen valóságot elhanyagolni, amit Jézus kínál, a legnagyobb veszteség az életben. És ha elveszítjük, akkor mindenről megmaradtunk. Ha megnyerjük, akkor mindent megnyertünk. Amen.
Mennyei atyánk, olyan jó azt énekelni, hogy majd valamikor ott leszünk a kristálytengernél, és látunk téged, és együtt ünneplünk veled. Köszönjük ezt a reménységet, ezt a bizalmat. Tudjuk azonban, hogy Jézus többet akart ennél adni. Azt is, hogy ma a jelenben, itt érezzük, hogy közel van hozzánk. Hogy a te országod elérkezett, és a hétköznapokban ő jelen van az életünkben. Urunk, segíts, hogy amíg dolgozunk, tanulunk, tervezzük a hétköznapjainkat, felismerjük, hogy mit is jelent Jézussal járni. Megnyílni és egyszerűen befogadni őt, hogy ott legyen kéznél ő is az ő jelenléte, hogy ő vezessen, ő tanácsoljon bennünket. A bizonyosság tőle jöjjön, a hit, az erő tőle származzon. Kérünk, hogy te taníts bennünket Jézussal járni ma a jelenben. És add, hogy a jelen és a jövő is biztos kézben legyen nálad, mert a tiéd vagyunk. Meghívunk, hogy légy a mi életünknek vezetője és tanácsolója. És formáld át ne csak a mi személyes életünket, hanem a mi gyülekezetünket is. Tedd olyanná, amilyen a közösség akkor válik, ha te vagy jelen közöttük. Mi szeretnénk együtt dolgozni veled, társaid lenni ebben. Kérünk, tégy bennünket hasznos eszközzé, és te mutasd az utat, mert időnként bizonytalanok vagyunk. Keressük, hogy mit tehetnénk, de nem tudjuk. Tudjuk, hogy te tudod, és így rád bízzuk magunkat, és jó tudni, hogy nálad mindig biztonságban vagyunk. Amen.
Végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek. Békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene leszen veletek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek a szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen. Amen.